azt halljuk, ami Urunkat, Istenünket, gyülekezet fennállva, énekli a 91. Zsoltár első versét. Thank you.
Köszöntelek benneteket ezen az ünnepnapon, amikor örömmel ünnepli Mezőkút újvárosi gyülekezet templomának újjáépítését. Szeretettel köszöntöm a lelkipásztorokat, a presbitereket, a gyülekezet minden egyes tagját, kicsinyeket és nagyokat, fiatalokat és időseket. És szeretettel és tisztelettel köszöntöm azokat, akik eljöttek, hogy velünk ünnepeljenek Mezőkút városának, a megyének, minisztériumnak képviselői, és nem utolsó sorban az egyház kebelé visszatér iskoláknak, Szegedi Kis István gimnáziumnak, szakközépiskolának, kollégiumnak és általános iskolának igazgatói és tanári barátok. Isten legyen velünk, hogy ez az ünnep méltó legyen, ami Urunk dicsőségéhez, nagyságához és szeretetéhez, amellyel hordozott bennünket történelmünkben át, és amellyel felkarol és hordoz bennünket naponként. A 84. Zsoltár címíratában ez áll, sóvárgás a templom után. Azonban ez a gondolat csak egyik rész a Zsoltár. A Zsoltár a templom áldásairól is beszél. Arról, hogy Isten mit tud nekünk adni az Isten tiszteleten. A közös éneklésben, imádságban, az ige hirdetésében. A testvéri szívek összedobbanásában. Zsoltár arról beszél, hogy mi az értelme és jelentősége a templomnak az egyház életében, egy gyülekezet életében. És mit tartogat az Isten számunkra időről időre? Abban a templomban, amelyik a gyülekezet életének a központjában áll. Mi abban a szükségével és szépségével hozzon hívő ember számára, hanem tartalmában is. Templomban az ember lelke megnyugszik. A templomban részesül az ember, hogy a templom a kedvesnek szép
szépnek, gyönyörűségesnek, vonzónak kell lennie, amelyikben benne van az emberi alkotó erő, az emberi művészi készség, hogy ez méltó legyen az Istenhez. Különös dolog az, hogy nem szokták megemlíteni az Isten tulajdonságot, körülbelül a szépséget. Azt mondják, hogy az Isten jóság, az Isten igazság, az Isten szeretet. Azonban a régiek felsorolták az Isten tulajdonságot, körülbelül a szépséget, amelyik maga tökéletesség. És tökéletesség. A középkori gótikában. A magyar templom építészet pedig az erdélyi gótikában érte el soha túl nem haladható csodálatos tökéletességét. A gótika csúcsi azért a legméltóbb kifejezése keresztény templom építészetnek, mert minden vonal az ég felé mutat, Isten felé. És minden vonal a csúcsi központjában jut össze, amely magát a zárókövet, a szegelet követ Jézus Krisztus példázza. Hálát adjuk azért, hogy ez a templom, amelyik a túl században épült fel, nem kevés nehézség között, nem kevés áldozattal, amelyeket a Millenniumon szenteltek. Az ország alapítás 1000 éves időpontra az Isten igényére. Maga ez a csaknem 100 éves olyan, amelyiknek a láttán, ami szívünk újonva kiáll az érésünk felé. Engedjük, hogy a mi szívünk hétköznapok munkájának, a megkérményítő, közönösség, levő világából kilépjen. Engedjük, hogy feloldódjon a mi szívünk, az élőisten csodálatában és nagyságában tudott megmaradni előttünk. Aki hitet adott őseinknek, aki nagy államférfiakat, tudósokat, vezetőket adott előttünk élnek. Szabadság ősöket, akik észek voltak, feláldozni azokat az életüket, ilyeneket már tudták meg. A tisztességi templomba lelki áldozatokat meg. Hála áldozatunk azért, hogy amit Urunk Jézus egyszer s mindenkorra kereszt halálával ellette a mi bűneinket. Hogy van bűneinknek bocsánata, van új életre lehetőség. Ugyan a kezdés a lehetőségünk, lezárhatjuk a múltunkat naponként. Hív ember és gyülekezet a templomban újra és újra megerősödik. Az emberi élet olyan, hogy ideig fölfelé van, aztán megkezetlenül lefelé megy, még eljut a sírig. Azonban a hirtelen találkoztunk, mi is erősítő öreg emberekkel, akik hitükkel és imádságukkal hordoznak egy családot és közösséget, akik fizikai erejükben meggyengültek, azonban hitük hatalmas és erős, hitükkel hatalmas erővel kapcsolódtak az élő Istenhez. Valaki így mondta, hogy egyenes adás van Él Istentől feléjük, és minden hívember felé ebben az adásban
nehézségek, akadályok vannak, ebből elősugározni, mint azokra, akiket ránk bíztak. Életünkből gyógyulást sugározni, gyógyító erő, szeretet, áldozatkészség, békesség. A templomnak, az egyháznak, a népnek, a hazának, ennek a világnak és a városnak. Ezért eltéphetetlen kapcsolatai vannak egymással. Mert hiszen az élő Isten mindeneknek a Ura, teremtő Isten mindeneknek gondviselője és vezére. Minden az ő hatalmában van, ezért ha tőle veszünk erőt és áldást, akkor mi is áldássá válunk. Megállok és áldást teszel, mondja Ábrahámnak, a hívő atyának Isten, hogy az Úr az ő orcáját felejárt, és adjon néked létösséget. Amen. Most pedig hallgassam egy gyülekezet, hát ének az énekét, helyet. Ezért
október 7-én befejeztük az ország egyik legszebb és legnagyobb református templomának, a belvárosi templomunk felújítási munkálatait. Országos első osztályú műemlék templomként sorolták be a napjait. 4000 lélek befogadására alkalmas. A restaurálási költségek abban az időben 5 millió forintot tettek ki. Hogy a gyülekezet ne pihenjen papírjaink, arról gondoskodta a 102 éven át szolgálatot teljesítő harangjai. Ugyanis megrepettek, használhatatlanná váltak. Újjáültetésük további 1 millió forintba került, melyet 1985-88 között végeztettünk el. Majd a 180 éves belvárosi felsőrészi parókia padlózatának kicserélésén munkálkodott a presbitérium. Ezen munkálatokat megelőzve az egész gyülekezet részvételével 100 méter betonalapra épített és beton oszlopokra épített deszkakerítést is készítetett el. Kiegészítettük a hiányzó irodai bútorainkat, festési és mázolási munkálatokat a belvárosi parókiákon maradék nélkül elvégeztettük. Miközben a belváros szépül, a templom, a parókia, lelkészi hivatal helyükre kerültek az új harangok, az újvárosi presbiter atyák jogosan türelemmel engedtek, és sürgették az újvárosi templom felújítását, mely évtizedeken át háborús sérülés miatt használaton kívül volt romos állapotban. Főtiszteletű püspök úr! Nagytiszteletű presbitérium, gyülekezet! Ígéretet tettem a presbitérium nevében arra, hogy a belvárosi templom felújítása után teljes erőnkkel az újvárosi templom helyreállítását várakozunk. Istenbe vetett hittel, nappal és álmatlan éjszakáinon, utazásaim közben is imádkoztam Uramhoz, hogy terveinket ő váltsa valóra. Így szólhatok. Maram ata! Mi magyar fordítva azt jelenti, ami Urunk jött, mindez ideig megsegített bennünket az Úr. Az ő kegyelmét, az ő segítségét kértük, és hordozott, velem volt, szüntelen érezte az ő segítségét, és általa valóra várhattuk egyházunknak te ígéretünket. Mert ő 93-as tanítól működtetett. Krisztus mondotta, engedjétek hozzájönni a kisebbeket, mert ilyenek a mennyeknek országa. Az iskoláinkban elmézindálni gyermekeink kidoktatása, szülő, nagyszülő, keresztülő, gyülekezet, presbitérium és lelki pásztorok, éljetek azért a lehetőséggel, hogy ne csak vágy álom legyen, hanem valóság, hogy vasárnapról vasárnapra megtelik az Úrnak háza, az Isten dicsőítő hidegkel, mert az Úr így szaporítja övéit az idvezülőkkel. Érzem szívesen, Krisztusnak szeretett, szívesen, 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 szív
tanítással, doktor Zsuzsa és egyház megyei nevében is. Az egyház megye, minden lelkipásztora, minden presbiteri van, minden legyen is. Köszöntsem a kedves testvéreket ezen az ünnepi alkalommal. A mai napon, mint újvárosi ember és mint mezőzői ember, hadd fejezem ki örömmel, hogy újra népségében fogjátok ez a templom. Szeretném megköszönni Püspök úrnak, hogy ezt a napot beműtölti, itt van közöttünk, ezzel is emelben tartják a mai napon. Én bízom abban, hogy ez a ház az a kívül, hogy az Isten kívülnek a háza lesz, megvékélés mutat valamennyi mezőzői ember számára. Azt kívánom, hogy itt legyen, hogy erősödjön az összefogás, a hit egymásban, és valamennyiknek legyen ez a megbékélés háza is. És ne legyen újra egy újabb ötvenév, amely után esetleg fel kell újítani a templomot. De remélem, hogy így lesz. Köszönöm szépen. Van szóra, hogy itt a fogtak beszélni. Megbíztak vele, közben tudjak át, és ezt úgy szeretném elmondani, ahogy rám néztek, az imént. Amikor belülések érték ezt a templom, remélhetőleg néhány évtized, egy-két emberető múlva ezt az ócsát fogják már megérteni Magyarországon, hogy belülés, amikor romossá lett ez a templom, amikor esténként odaülünk a televízió elé megnézni a híreket, akkor ilyeneket látunk nap, mint nap. Ez most napjainkban hogy történt, nem is olyan messze tőlünk. Amikor tehát romos lett ez a templom, és a megkötött lelkek, a megalázott emberek nem tudták többé fölkeresni azokat a megszentelt falakat, ahova a generáció oda kötődtek, ha mással nem, akkor a kereszt oda. Most egy idő után, amikor a felemelkedésnek az ideje van, amikor felemeljük a fejünk, amikor kilépünk abból a romos kokor megalázott állapotból, akkor hát szóljon a gratuláció, a szerencse kívánat szava. Itt, ahol a gyerekek a helyes életükkel tanulják meg, számoló szavak lelkükre hatalásával, és ahol a felnőtt generáció számot adnak arról, hogy életükkel olyan baj, mint ahogy azt kapjuk. A megújuló orvon a regisztereim citerában és zengő muzsikában lehet légszerté tenni azokat a számoló szavakat, amelyeket most is nézünk volt, s amelyik csak nem száz év óta. Minden. Megbízóimnak, Kálmán Attila politikai államtitkárónak és Vatniván főosztályvezetőnek a művelődési Kutatási Minisztériumunk, főtisztviselőjének üdvözletét, ezekkel adom át, mély tisztelettel a főtisztelettel, nagy tisztelettel, uraknak és a szeretetben. Engedjék meg, hogy Debreceni református kollégi tanárai és diákai nevében átadjam azt a szereteteljes köszöntést, amelyet rám bíztak, és amely Isten igéjéből is hangzik, a 96. Zsoltárnak a második és a harmadik verséből így: énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását nap, mint nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek,
csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjük. Öt felszólítás van ebben a rövid két zsoltár versben, és az az öt felszólító ige, ez figyelmeztet bennünket arra, hogy akár egy megújult templomban, akár egy új orgonában, akár funkciójában visszatért iskolában, hogyan éljünk, hogyan adjunk hálát, és hogyan hirdessük az Úrnak nagy és dicső tetteit. Hadd legyen ennek a gyülekezetnek is újra otthona ez a megújított templom, hadd legyen ennek a városnak is otthona, és hadd legyen mindazoknak otthona, akik keresik az Úrnak beszédét, és akarják hallani az Úr kijelentését. Hogy nem csak a neve lesz református, hanem az a lelkiség, az a szellemiség, amely a falakon belül, a tanárok tanításában, a tanárok egész magatartásában és hozzáállásában egyértelművé teszi azt, hogy igen, mint az Isten igéje, a prioritás, az elsőség, és a tudás mellé hitet is kell, hogy adjanak azoknak a tanulóknak, akik ebbe az iskolába. Engedjék meg azt, hogy felajánljam személy szerint is segítségünket az iskolának, és ha igazadnak rá, szívesen segítünk. Talán egy kicsit annak a jogán, hogy az elmúlt néhány évtizedben mi iskolák volt az egyetlen protestáns iskola, középiskola, egész középiskola. Szeretnék, hogyha kialakulnának a testvérek, akkor újra megerősödnének azok a szálak, amely egykor a két iskola között voltak. Egymással versenytársak, barátok és segítőtársak látnak, és ez alkalommal látogassanak el hozzánk Debrecenben. Örömmel fogadjuk ennek látogatását, és hiszük, hogy egy gyümölcsöző kapcsolatban az életünk. Isten áldja meg iskolát, gyülekezetet, vezetést, mindazokat, akik ezen a ünnepen jelen van. Jézus Krisztusunk a Máté Evangélium a 28. fejezetében. Nékem adatott minden hatalom, mennyed és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, s imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
szeretett szülők, szeretett keresztülők, nagyszülők, gyülekezet, közössége, teljessé tettétek ünneplésünket azzal, hogy eldöntöttétek szíveteknek a mélyén, hogy úgy lehet az életet békességben, szeretetben, Isten iránti engedelmességben élni, a Jézus Krisztus követőivé nevelitek gyermekeiteket. Ezért hoztátok őket el, hiszen, hogy úgy ajánljátok fel az Úr Jézus Krisztusnak őket, hogy ő lélekben, hitben a Jézus Krisztus követőivé nevelitek.